India különböző arcait mutatta be a Sára Sándor Kossuth nagydíjas rendező-operatőr fotóiból nyílt kiállítás a budavári önkormányzat térkép galériájában. A kiállítás kurátora B. Müller Magda fotóművész volt, akit régi barátság fűz a Nemzetművészeti díjjal is kitüntetett filmeshez. Első találkozásunk az a Szindbád előtt volt. Én akkor teljesen vadonatúj voltam a filmgyárba. A Sára viszont hallott a képeimről, mert hát azért jó fotókat vittem be, és mondta, hogy vigyek fotót is, és menjek el a próbafelvételre. És azt mondja, hogy na, mutassa a képeit. Mutattam a képeket, így csinál, így csinál. Ha, azt mondja, ledobja a két papírt. Jól vannak kivágva. Nem kell rajtuk változtatni. Ha bárki hoz nekem egy képet, akkor egy ollót is kérek. És akkor, ha szükséges, akkor körbenyírom a képet, és akkor megkérdezem, hogy most, azt mondom, hogy most nézzük meg, amit levágtam. Hogy azon van-e valami lényeges vagy érdekes? Hát általában nincs. Hát mondom, akkor ez fölöslegesen volt a képen. És akkor a próbafelvételen fotóztam, ha látok valamit, akkor én fellökök mindenkit. Operatőr, gép, akkor minden ugrik. És azt mondja Sára, maga ezt így szokta. Mondom, hát nem szoktam, mert még nem csináltam, mondom, és mindig csak a képet nézem, azt mondja, hát és mi nem néz körül, hogy itten emberek vannak. Hát mondom, mert az alatt éppen elmegy a kép. Ő is egy megszállott volt, hogy a gép volt a kezében, akkor csak az érdekelt, hogy mit tud vele fölvenni, és nem számított se a színész, se a rendező, se a felvevőgép. Mindenünk keresztül ment, és csinálta a képet. Utána megint beleszaladtam, akkor elé szaladtam a kamera elé. Azt mondja, Magda, megölöm. Na, nem ölt meg, és akkor mondta, hogy akkor másnapra csináljam meg, akkor megcsináltam, azt is megnézte, az is jó volt. És azt mondja, hogy na, akkor a Szindbádot maga fogja fotózni. Én azt hittem, elájulok ott a helyszínen. És most, mikor a indiai könyvet megcsináltam, beírta egy dedikációt, és azt írta bele, hogy még nem ölöm meg Sára Sándor. A kiállításon 83 kép látható, amelyek egy nagyobb gyűjtemény részei. Korábban szintén B. Müller Magda szerkesztésében jelent meg az India a szépségkoldusa című album, amelyben helyet kapott a teljes gyűjtemény, és Sára Sándor Indiában készített fényképei mellett a kiállításhoz hasonlóan indiai tematikájú verseket is olvashatunk benne. Kalkutába hívtak egy fesztiválra, és akkor utaztam el először. A fesztiválon nem igazából nem vettem részt, meg kiléptem az utcára, és rájöttem, hogy a kinti világ sokkal érdekesebb, mint amit filmeken keresztül láthatok. Úgyhogy én reggeltől estig jártam az utcákat, és fényképeztem. Ő azt mondja, hogy ő elszökött mindenhonnan, és egyfolytában csak fényképezett, mert annyira megrázta ez a hatalmas szegénység, és ahogy ezt elviselik. Ugye az ő hitük az másmilyen. Ők azt gondolják, hogy sok életük van, és ő belenyugszanak abba, hogy most ebben az életükben ilyen szegények, és akkor nem tiltakoznak ellene. Nagyon különlegesek a képek, rengeteg portré látható, rengeteg olyan fotó, amin a család jelenik meg, a vallás, illetve a szegénység, a nyomorúság. Sok olyan fotó van, amin látszik, hogy az adott embernek ott van mellette az összes tárgya, ami a sajátja. Hihetetlenül gyorsan fényképeztem, szóval körülbelül ennyi.
úgyhogy sokszor nem is tudták, hogy most én fényképeztem, vagy fényképezni akarok, vagy egyáltalán mit. Azt az emberek érzik, hogy valaki milyen szándékkal, vagy milyen elképzeléssel közelít feléjük, úgyhogy, és azt szerint viselkednek. Én kétféle képkivágást ismerek, közelít, meg a távolt, mert ezzel a kettővel lehet kifejezni bármit is. Egy arcon rengeteg minden jelen van, és aki intenzíven élt, annak az arcán is intenzíven ott vannak ezek a jelek. Tehát engem ez fogott meg, a különböző típusok, a különböző korok, meg mindaz, amit az arcról le lehet olvasni.